35 telephelyen helyen 4000 óvodáskorú kisgyereket, 600 dolgozó nevel nyíregyházán. A tartalmas pedagógiai munka egyik feltétele a jól felszerelt, korszerű épület. Közel 40 millióért újult meg például a Szülőskerti Tagintézmény a Csillagszem. Itt nyilázárócsere, homozati szigetelés tető szigetelés történt, illetve bizonyos fűtés elemeket hajtottunk végre, amelyek szükségesek voltak, és ez nem csak egy szigetelést és energiamegtakarítást jelent, hanem egy megújulás az óvodá számára, tehát egy új köntösben jelent meg az óvoda ahova én is jártam egyébként 50 évvel ezelőtt, úgyhogy az egyik legszebb kis is nyíregyházi óvoda, ezt mondhatom nyugodtan. Szükség volt a felújításra a szülők szerint is, hiszen már tavasztól nagy volt a hűség a kis csoportosok emeleti termeiben, a földszinten pedig hibásak voltak a nyílászárók. Ettől függetlenül mindenki kedvence az óvoda, mondták a szülői munkaközösség tagjai a helyszíni bejárás után. A változás pedig lenyűgöző. Több mint száz gyerek jár ide az óviba, ezek közül kettő a mi gyerekünk, akiket minden reggel ide hordunk, délutánon jövünk kértük, és biztonságban tudhatjuk őket egész nap. Ez egy hatalmas kincs. Ez, ez az óvoda egy annyira jó közösség. Az óvónők, az óvodapedagógusok, a Dajkanénik egy igazi közösséget alkotnak további tíz óvodában zajlott energetikai korszerűsítés bruttó 328 millió forintért, valamint három óvodában statikai megerősítésre is sor került, az állomásúton Mandabokorban és Butykán. A családbarát munkábálás segítő intézmények fejlesztése projekt keretében, mint már szóltunk róla, hét óvodát és egy bölcsődét korszerűsítettek, 750 millió forint értékben, melyhez saját erő is társult meg kell említenem azt, és erről ritkán beszélünk, hogy nem csak európai forrásokat használunk felújításokhoz, hanem az idei esztendőben valamennyi intézmény, idejete óvodák, bölcsődék, szociális intézmény, egészségügyi alapellátás, 350 millió forint saját erős felújításokat, eszközpótlásokat végeztünk, amely jelentős szám, és azt gondolom, hogy megérte, megéri az, hogy elhangozzon ez a szám. A felújításunknak köszönhetően idén ősszel 17 óvoda újult meg összesen, bruttó 1 milliárd 138 milliós összegből, de eszközbeszerzésre is sor került, több mint 50 millió forintért. Három intézményben az utolsó simításokat végzik, mely azonban nem zavarja a nevelőmunkát, hallottuk a tájékoztatón.